Arra gondoltam, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem mutassuk is meg, hogy milyen szép és aranyos állarcokat lehet készíteni itt a Kecskeméti Vadaskertben. A gyermekek és a felnőttek válogathatnak például a nyuszis, a baglyos, a lovas vagy éppen a zsiráfos maszkok közül, de hát más érdekességgel is várják a családokat, hogy mivel arról már a Kecskeméti Vadaskert ügyvezetőjével, Tokovics Tamással fogunk beszélgetni, minden évben készülnek a farsangra. Miért tartja azt fontosnak, hogy ezeket a jeles napokat, időszakokat megünnepeljék? Mindig is fontos volt számunkra, hogy egyrészt az állatokhoz, az állatkertekhez kapcsolódóan tartsunk rendezvényeket. A farsang azért is fontos, hiszen ez az első az évben, amikor is már kicsit megmutatja a tavaszi arcát is a vadaskert, hiszen a pávák is most már teljes pompájukban fogadják a vendégeket, és ahogy néztem, tegnap már megjelent az első krókusz is, tehát a növények is már mutatják, hogy nem sokára itt a tavasz. Mivel a szem a lélek tükre, én azt tanácsolom, hogy most egy kicsit azért szabaduljunk meg a maszktól, hogy lássuk egymás arcát így most már tényleg szépen. Arról is meséljen nekem, hogy mivel egész hétvégén tart a farsangolás itt a vadaskertben, mivel is készültek a vendégeknek? Ez egy kétnapos monstre program volt, illetve van. A tegnapi napon arcfestéssel, látványetetésekkel, természetesen ott is arc maszkoknak a készítésével vártuk a vendégeket. Nyilván itt egy kicsit bővebb a látványetetéseknél a program is, hiszen többet beszélünk, hogy milyen a farsangkor az állatoknak a viselkedése, tehát az időszaki viselkedés, mi várható a tavasszal, és természetesen elmondjuk, hogy milyen új állatok lesznek, mik várhatók ilyenkor tavasszal, egyrészt a születések kapcsán, másrészt, hogy mit szeretnénk behozni új állatokat. Számos látványetetéssel is készülnek, ma délelőtt is volt már erre példa, és hát délután is még lehet jönni, és lehet etetni az állatokat. Természetesen lehet etetni az állatokat. Próbálunk úgy programokat kialakítani a látványetetések során, hogy délelőtt is más állatokat, délután is más állatokat. Volt már olyan vendégünk is, aki kivárta a délután is, úgyhogy jött a délelőttire és a délutánira is, hiszen a kollégáink ilyenkor információkat is nyújtanak, anekdótákat mesélnek az állatokról, és ez nem csak a gyerekeknek érdekes, hanem a felnőtteknek is. Tegnap nagyon sokan voltak, közel ezren érkeztek ide a vadaskertbe, ma mire számítanak? Tegnap gyönyörű időnk volt, tehát lehet azt mondani, hogy a Jóisten is kegyeibe fogadott minket. Ma egy kicsit borongósabb, de azért most is látjuk, hogy a bátrabbak azért kijönnek, és csodálják az állatokat, a környezetet, és természetesen a gyerekek már elkezdték a maszkok készítését is. És mi is láttuk az eredményét. Tokovics Tamásnak nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, akiknek esetleg ma nem lenne még programjuk, azoknak ajánlom, hogy jöjjenek el ide a Kecskeméti Vadaskertbe, ugyanis itt nem csak nézni lehet az állatokat, mi magunk is többüket megetethetjük, és hát a saját készítésű maszkjainkat is hazavihetjük.